14 milliárd forintos beruházás, árvízvédelmi fejlesztések a felső Tisza vidékén. Új idősek otthona Tiszaeszláron, 60 millió forint önerőből épült meg az intézmény. Egészségnap a Bújtosi Városligetben, a lakosság szemléletváltására van szükség az egészséges életmód kialakításához. Mintegy 14 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból fejlesztették a Felső-Tisza vidékének folyószabályozását. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több mint 22 kilométeren körülbelül másfél méterrel emelkedtek meg a töltések, a koronaburkolatok kialakításával pedig teljes egészében végig is kerékpározható a kijelölt szakasz. Jobb félni, mint megijedni, akár ez is lehetett volna a mottója annak az árvízvédelmi beruházásnak, amely a Palátcsécsei öblözetet érinti a Felső Tisza vidékén. Tiszakóródtól egészen Magosligetig emelték meg a gátat, a fejlesztésektől pedig azt várják, hogy az említett szakasz a jövőben jóval kevésbé lesz kitéve az árvíz okozta problémáknak. Megvalósult körülbelül 22 kilométer töltés fejlesztése, ebből 6,7 kilométer a Batár-Balbati töltésen, a többi a Tisza-Balbati töltés fejlesztést jelenti. Ez fontos, mert a nagy árvizekre készülve módosult a várható árvízszint, és fölötte legalább egy méteres biztonsággal kellett építeni a töltéseket. Tehát ez jelentősebb, közel másfél méteres emelést jelent a korábbi szinthez képest. A töltésekben 5 zsilipet építettek át teljesen, Uszkán és Tiszabecsen a gátőrházak szorultak korszerűsítésre, míg utóbbi településen az árvízvédelmi központot is átalakították. A földmű rekonstrukciója mellett koronaburkolattal látták el a kiemelt szakaszt, aminek következtében akár végig is kerékpározható a Felső Tisza vidékének ezen területe. 4 helyen volt folyószázasi mű rekonstrukciója, hiszen fontos a meder is rendben legyen, hiszen az árvizeknek a túlnyomó része középvízi mederben folyik le. Itt elég mozgékony a Tisza, a medret is mozgatja, a partra is veszélyt jelenthet, tehát meg kellett erősíteni az elhasználódott védműveket, illetve kotrásra is sor került, ahol szükséges, hogy irányt mutassunk a Tiszának. Az osztályvezető hozzátette, a várható árvízszint változásával folyamatosan készenlétben kell lennie az illetékeseknek, de az említett fejlesztéseknek köszönhetően probléma esetén gyorsabban hozzá tudnak látni a védekezéshez. A migráció fenyegetése továbbra is napirenden van. Október 13-án arról is kell döntenie a választóknak, hogy ne támogassák a bevándorláspárti városvezetőket. Ezt Georg Spötl biztonságpolitikai szakértő mondta el egy lakossági fórumon Tiszavasváriban. A Szentesen egyéni képviselőjelöltként induló fideszes politikus megjegyezte, emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a kisebb városok munkahelyteremtésére is. Megütközöm mindig, amikor idős emberek mondják, pont szocialista vezetésű városokból, hát innen mindenki elmegy. Igen, mondom, történetesen igaza van önnek, ön is csak egyszer egy évvel látja az unokáit mondjuk Londonba, vagy hogyha ide jönnek, épp azért, mert a szocialista városvezetés semmit nem tett. És azért lehet látni, ahol fideszes városvezetés van, milyen fejlődés van, azért nézzük meg Kecskemétet, Komáromot, Debrecen, tehát ott dübörög az ipar, vagy 60-ba például, ahol betanított munkásokat mondjuk a bocséghez már 300 000 forint nettó kezdőfizetés. Tehát az a célunk, hogy minden kisebb városban is ugyanez legyen. Közös megyei közgyűlési jelölteket indít a Jobbik, a Momentum, az LMP és a Mindenki Magyarországa mozgalom az október 13-ai választáson. A három pártot és az egy társadalmi szervezetet sokkal több minden köti össze, mint ami szétválasztaná, közölte Gyüre Csaba, a Jobbik megyei elnöke. Ilyen például a hazaszeretet, a rend és a biztonság. Az összefogás lista vezető jelöltje Adorján Béla, aki már 9 éve tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésnek. Elmúlt 9 éves tevékenységem hűen bizonyítja azt, hogy én képes voltam akár fideszes javaslatokkal egyetérteni, képes voltam még akkor is megszavazni egy fideszes javaslatot, hogyha az tőlem származott. Nézzük csak mondjuk a környezetvédelem területén a Tisza és a folyóvizeink szennyezettségének felszámolását. Én voltam az első megyei közgyűlésben, aki erről beszélt. Választások idején az egyik leghatékonyabb kampánymódszer a plakátok használata hangzott el a Mi Hazánk mozgalom keddi sajtótájékoztatóján. A párt nyíregyházi elnöke szerint ennek több formája is van, a postaládák teleszemetelése a legkevésbé, a közterek plakátolása pedig a leghatékonyabb út.
Kovács Koppály Zoltán szerint azonban a Fidesz önkormányzati rendelete ezt teljesen ellehetetlenítette. Mi azt támogatjuk, hogy az önkormányzat saját hatáskörben ideiglenes plakáthelyeket létesítsen, és ezen plakáthelyeken biztosítja a képviselőjelöltek megjelenését, akár plakát, akár szúró anyag, vagy egyéb más formában. Amit a kampány lezárta után az önkormányzat eltakarít, és akkor így megmarad a tiszta város, a rend. $60 millió önerőből épült meg az idősek otthona Tiszaeszlára. Az új intézmény 18 helyi, valamint a környékről érkező időskorú vendég befogadására alkalmas. A legfrissebb adatok szerint országosan mintegy 30 000 60 év fölötti várakozik szociális intézményi ellátásra, amely egy nyugdíjas szövetség elnöke szerint több ilyen otthonra lenne szükség. 2 éve határozott úgy Tiszaeszlár képviselőtestülete, hogy az önkormányzat megvásárolja azt a magánkézben lévő épületet, amelyből mostanra idősek otthonát sikerült varázsolni. Nagy Tibor polgármester elmondta, az átépítéshez nem volt szükség pályázati támogatásokra, saját forrásból erős közösségi hozzájárulással sikerült elvégezni a munkálatokat. Ez tulajdonképpen egy 60 millió forintos beruházás, és ez az önkormányzat pénze vagy önerőből valósult meg. Nyilván a helyi emberek rengeteget dolgoztak társadalmi munkában is, köszönet érte itt ezen a szinten is. Mostanra elkészült 99%-ban. Vannak még apró simítások, de tulajdonképpen néhány hét múlva beköltözhetővé válik ez az intézmény. A hétfői átadó ünnepségen elhangzott, a megyében még mindig nincs elegendő hely idősek számára szociális intézményekben. A várólista hosszú, bekerülni nagyon nehéz. A polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, a vártnál is magasabb érdeklődés mutatkozott az intézmény iránt. Létszám stop volt mindenfelé a megyében, meg az országban is, és nagyon sok helyen, nagyon sok idős embertől halljuk, látjuk, mondják, hogy ha valahol be akarnak kerülni idős emberek, akkor sokszor hónapokat, de van, amikor éveket kell várni. Olyan intézményben, ahol viszont 2 ágyas szobák vannak, mint itt nálunk lesznek, ilyen helyre nem is nagyon lehet bekerülni. Itt most 18 fő az, amely idős embert el tudunk helyezni első körben. Nagyon sok jelentkező van, olyan emberek is jelentkeztek már, akik korábban elköltöztek Tiszaeszláról, most pedig épp a múlt héten jártak itt, hogy visszaköltöznek, ha be tudjuk őket ide fogadni. Az otthon elsősorban az idősek gondozására, biztonságuk megteremtésére helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor szeretnék elérni azt is, hogy a rászorulók részére valódi közösségi tér legyen az új intézmény. Ezért van jelentősége, hogy a megszokott településen, ahol leélte az életét, a megszokott barátok, ismerősök, szomszédok között fogja leélni a hátralévő éveit, és természetesen remélhetőleg az itt dolgozókat is fogja ismerni, tehát azon túl, hogy egy kis intézmény, mindenki mindenkit fog ismerni, a dolgozókat is ismeri, és akkor sokkal könnyebb lesz a beilleszkedés, az alkalmazkodás a környezetbe. Román Demeterné hozzátettem, a Magyarországon mintegy 30 000 időskorú várakozik szociális intézményi ellátásra. Mivel sokan több helyre is beadják kérelmüket, így az igénylő gyakran az első behívóra kénytelen igent mondani, még akkor is, ha otthonától távol kap elhelyezést. A lakosság szemléletváltására van szükség az egészséges életmód tekintetében, közölte dr. Újhely János gyermekorvos. Egy 10 fős praxis közösség szervezett ennek érdekében egészségnapot a Bújtosi Városligetben. Az összefogás célja, hogy egy év során mérhető javulást diagnosztizáljon az a 14 000 nyíregyházi ember a saját életében, akiket lefed a nemrégiben megalakult Makmarci praxis közösség. Vércukorszintmérés, étkezési tanácsadás, vérnyomásmérés a Bújtosi Városligetben. Egészségnapot szervezett a Makmarci Praxis Közösség vasárnap. A résztvevők személyre szabottan, saját állapotuknak megfelelő mozgásprogramot kaphattak, a dietetikusok pedig a megfelelő étrend kialakításában is segítettek. Az orvosok és a szakemberek célja az, hogy az elmélet után a gyakorlatban is megmutassák a lakosságnak, hogyan kell egészséges életet élni, és miért lenne ez fontos mindenki számára.
Ennek a háttere pedig az, hogy benne vagyunk egy szép pályázatba, a három generáció az egészségét programba, és itt a Nyíregyházán egy 10 fős orvoscsoport, 7 gyermekorvos és 3 felnőtt arra vállalkozott, hogy egy év során a rájuk bízott 12-14 ezer embernek egy olyan programot igyekszik biztosítani, amivel mérhető javulást tud elérni a saját egészségébe is. Újhelyi János hozzátette, az egészséges életmód eléréséhez egy szemléletváltásra lenne szükség. Fontos lenne például, hogy ne csak akkor keressenek fel orvost, ha már valami probléma van. A megelőzésre és a szűrővizsgálatokra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A jelenlegi egészségmagatartáson változtatni kell. Heti 3-4 fizikai aktivitás lenne az optimális, illetve a megfelelő étkezésre is oda kellene figyelni. Az egészség, tudatosság nagyon messze áll a város lakosságától, és én azt gondolom, hogy ha nem ébredünk föl, akkor itt is nap mint nap tapasztaljuk, hogy csak a nem tudatos egészségi gondolkodás miatt veszítünk el egyébként embereket, amit el tudnánk kerülni. Tehát a nyíregyházi lakosságnál azt érzem, hogy a kezdeményezések jó dolgok, megjelennek, és vannak ilyen klubok, olyan klubok, de még az, hogy ez beépüljön a mindennapi életében, és nem csak egy mozgás tekintetében, hanem az egészséges életmód többi elemével együtt beépüljön, attól még messze vagyunk. A mozgásszegény életmódnak köszönhetően hazánk Európa egyik legelhízottabb országa, de a szívérrendszeri betegségek kialakulásában is nagy szerepet játszik az egészségtelen étkezés és a rendszeres mozgás hiánya. Kárpátaljai fiatalok is érkeztek Géberjénbe az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség hétvégéjére. A rendezvény célja az együtt gondolkodás és a közös problémák megoldása volt. Az őszi ifjúsági hétvége azonban a helyi polgármester jelölt támogatására is alkalmat biztosított. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendszeresen szervez regionális és országos ifjúsági hétvégéket. Ezeknek nem csak közösség kovácsoló ereje van, a fiatalok jövőjével kapcsolatos témák is terítékre kerülnek egy-egy alkalommal előadások formájában. Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. Bethlen Gábor nagy mondata ez, és minden fiatalnak szerintem ez kell, hogy eszenciája legyen annak az útnak, ami a közélet, a közösségi élet felé elindítja. És hogy 3 határmenti megyében, amely mesterségesen lett levágva nagyvárosaitól, nem is lehet más az út, mint hogy együtt határon túli barátainkkal, együtt azokkal az emberekkel, akikkel egy közösséget, egy térséget alkotunk, közösen gondoljuk végig, hogy merre megy a jövő. Ezt a célt szolgálta a hétvégén Géberjénben megrendezett őszi ifjúsági hétvége is. Egy nagyon fontos időszakban vagyunk, hiszen Magyarországon önkormányzati választási kampány van. Az X is számos jelöltel, és nagyon sok aktivistával segíti ezt a kampányt, és ez egy kicsit egy erőt adó hétvége is, felkészülés amíg hátra lévő 2 hétre, illetve itt is egy fiatal polgármester indul, polgármester jelölt indul a polgármesteri székért, őt is támogatjuk és megpróbáljuk segíteni. Azért jöttünk össze a fiatalokkal együtt, hogy a fiatalok jövőjéről beszélgessünk. Ebben nem csak a helyi X aktivisták segítenek, határon túli partner szervezetek is érkeztek a rendezvényre. A nagy politikusoknak az utánpótlását azt valójában az ifjúsági szervezetek adják. Tényleg példaértékű a Magyar Ifjúsági Értekezet és az X közötti együttműködés, és példaértékű az is, hogy a 40 év alatti politikusok hogyan működünk együtt, és olyan kezdeményezésekbe vágunk, amelyeket Kárpát-medence fiatalsága érezheti, láthatja. A szervezetek együtt gondolkodása nem csak a választások miatt fontos, hosszú távon a határon túliak is kamatoztathatják a jó kapcsolatot. Szerintem Kárpát-medence minden régiójában jelen van a kivándorlás kérdése. Nyilván más-más régióban másak az arányok. Sajnos Kárpátalján prioritásként most ezt tudnám kiemelni. Nyilván ez a kelet-ukrajnai konfliktusnak, a gazdasági visszaesésnek tudható be. Mindezek mellett a mi feladatunk az pont az, hogy ezt a kivándorlást lassítsuk, és én bízom benne, hogy ezt sikerül is megtennünk. A Szamos Parti hétvégén falusias vendéglátás és kötetlen beszélgetések várták az X-es fiatalokat. P.
Pénteken az Eger elleni hazai HEP kupa mérkőzéssel kezdi a szezont a Szánsányikse. A Kovács Tibor által irányított együttes a bajnokságban egy héttel később lép pályára a BKG Prima Akadémia Debrecen ellen. A nyíregyházi kosarasok az első két hely valamelyikét célozzák meg az MB2 keleti csoportjában. Augusztus közepén kezdte el a felkészülést az 5. szezonja előtt álló Szánsányikse, amelynek játékos keretében az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is voltak változások. Néhány fiatal a sikeres felvételit követően tette át másik városba a székhelyét, de a legnagyobb érvágásnak Savic Bráne távozása számít. Vannak persze érkezők is, Horváth Bence egy év kihagyás után tért vissza, mellette két a legutóbbi szezonban magasabb osztályban szereplő kosaras csatlakozott a Kovács Tibor által irányított együtteshez. Olyan új játékosok kapcsolódtak be a csapatba, akiknek már NB1-es, akár NB1-ás, illetve NB1-B-s módjuk is van. Tapasztalt játékosok is maximális erősítés jelentenek a számunkra. Ha csak két nevet mondhatok, Kósa Tamás, aki az elmúlt szezonban Debrecenben volt, de az előtti években Nyíregyház NB1-es csapatában szerepelt, illetve Olász Zoli, aki hosszú évekig a Blúzsák csapatában játszott. Most a mi csapatunkat erősítik mind a ketten, és velük azért jól megerősödött a csapatunk. A legutóbbi bajnokságban a 4. helyen végeztek a nyíregyháziak az NB2 keleti csoportjában. Most is ez a minimális cél, de a szakmai igazgató és a játékosok merészebb terveket dédelgetnek. A mezőnyünkben egy-két csapat komolyabb terveket szöveget, olyan igazolásaik vannak ilyen szinten, akik merész elképzelésekre adnak okot és erősítették a csapatukat. Első két-három fordulóban tisztában látunk. Az alapcél a finom megfogalmazás, jussunk a 4 közé, de az én elvárásom és azt gondolom a csapaté is, hogy az első kettőben legyünk, ami a rájátszásra jogosít, és a feljutásra esélyes csapatok közé sorolnak bennünket így. A Szánsányikse pénteken a HEP kupában az NB1B zöld csoportjában szereplő Egert fogadja. A mérkőzés 19 óra 30-kor kezdődik a Bánki csarnokában. A bajnokságban egy héttel később hazai pályán a BKG Prima Akadémia Debrecen ellen lépnek pályára először Kósáék. 9, köztük 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapattal október 21-én rajtol a regionális futsal bajnokság a keleti csoportban. Az U17-es és az U20-as megyei bajnokságba 22-22 csapat nevezett. Számukra október 14-én kezdődik a szezon. Már 3. éve az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága koordinálja a futsal 3. vonalának számító regionális bajnokság keleti csoportjának küzdelmeit. Az már hagyomány, hogy a szezon a szabadtéri idény végéhez közeledve rajtol, és gyakorlatilag a téli időszakot futszalozzák át a csapatok. A 2019-2020-as bajnokságra korábbinál valamivel kevesebb együttes nevezett. Október 21-én indulnak a felnőttök, méghozzá most csak 9 együttessel, 2 Hajdú, 2 Borsod megyei mellett 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes nevezett be. Az elmúlt években ugye azért jól szerepeltek a megyei csapataink, illetve az ebből a bajnokságban szereplő csapatok közül többen is már az NB2-ben szerepelnek, például a tavalyi első és második helyezett csapat egyaránt már az NB2-ben méreteti meg magát. Bízunk benne, hogy most ebben az évben lesz olyan szabolcsi csapat is, aki odaér és esetleg a következő évben tud csatlakozni a Bátor is a Csenger futszához, és tud komolyabb szinten játszani, vagy akár majd egy pár év múlva a Nyírgyula NB1-es csapatához is. Nem csak a felnőttek, hanem a korosztályos csapatok számára is biztosít játék lehetőséget megyei szinten az igazgatóság. Minden eddiginél több csapat nevezett, mind az U17-ben, mind pedig az U20-ban 22-22 együttes fog majd megmérkőzni egymással. Ők október 14-én rajtolnak. Itt azért fontos azt kiemelni, hogy több csapat ugye egy csarnokban játszik, hiszen tudjuk azt jól, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének olyan adottságai vannak, olyan infrastruktúrális adottságai, hogy azért nincs 20-22 olyan csarnokunk, ahol futszálmérkőzést lehet rendezni, úgyhogy adott esetben van olyan csarnok, ahol például 4 csapat, de több csarnokban 3 csapat is játsza a hazai mérkőzéseit, így értelemszerűen a mérkőzés napok is teljesen szétszórtak lesznek, hiszen eredetileg ugyan a csütörtöki játéknapot tűztük ki, de lesznek mérkőzések hétfőn, szerdán, pénteken és akár kedden is. Bízunk benne, hogy le fog menni minden bonyodalom nélkül, március közepére, végére végeznek majd a csapatok, a felnőtteknél is, és az a 17-20-nál is. Vaka Árpád elmondta, az U11-es, az U13-as és az U15-ös korosztály számára télen tornákat rendeznek majd. A lányoknál U15-ös és U19-es csapatok lépnek majd pályára a futszál szezonban. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Mintegy 14 milliárd forintos Európai Uniós forrásból készült el a Felső-Tisza vidékének árvízvédelmi vonala. A több mint 22 kilométeres szakaszon körülbelül másfél méterrel emelkedtek meg a töltések. A biztonság érdekében zsilipeket cseréltek, de több gátőrház és árvízvédelmi központ is megújult. A felújított terület a koronaburkolattal a jövőben akár végig is kerékpározható. Átadták az alig egy év alatt megépült idősek otthonát Tiszaeszláron. Az új intézmény mintegy 60 millió forintból épült meg, amely 18 helyi, valamint a környékről érkező időskorú befogadására alkalmas. A legfrissebb adatok szerint országosan mintegy 30 ezer 60 év fölötti várakozik szociális intézményi ellátása. A megyei nyugdíjas szövetség elnöke szerint még több ilyen otthonra lenne szükség. A lakosság szemléletváltására van szükség az egészséges életmód tekintetében, közölte dr. Újhelyi János gyermekorvos. Egy 10 fős praxis közösség szervezett ennek érdekében egészségnapot a Pújtosi Városligetben. Az összefogás célja, hogy egy év során mérhető javulást diagnosztizáljon az a 14 ezer nyíregyházi ember a saját életében, akiket lefed a nemrégiben alakult Makmarci praxis közösség. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 1-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalukon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! A nap hátra levő részében időnként megnövekszik a felhőzet, csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Szerda estig változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Az esti óráktól eső, zápor már egyre több felé előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Csütörtökön a hideg front tovább vonul kelet felé, északnyugat felől szűnik a csapadék, csökken a felhőzet. A sokfelé erős, illetve viharos északnyugati széllel több fokkal hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. A hétvégén és a jövő hét elején a rövidebb napos periódusok mellett jellemzően közepesen vagy erősen felhős lesz az égbolt, és szorványosan kisebb eső, zápor is előfordulhat.